Bemutatom Lolát. Lola egy 62 cm nagyságú baba. Ő rajta fogom most megmutatni, hogy hogyan szoktam sapkát kötni. Ezt a sapkát, amit most kötünk, patent mintás szegéllyel és sima kötéssel mindenki számára meg tudjuk kötni, csak a személy fejméretét kell hozzáismernünk. Kötöttem egy kötéspróbát patent mintával, két sima, két fordítottal, mert én a szegélyt mindig ezzel kötöm. Tehát két sima, két fordított, két sima, két fordított. A patent minta ugye összeugrik, úgy néz ki, mint a harmonika, de én azt szeretném, hogy később nekem ez így álljon a fejemen, és ne összeugorva, ezért így is fogom lemérni. Megfogom a mérőszalagot, és kissé kinyújtva lemérem a 10 cm-t. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A sapka szegélyét egyébként mindig egy számmal kisebb tűvel kötöm, mint a sapkát magát. Ugye számolás nélkül nincs kötés. A Lola, az én Lolám, fejkerülete 42 cm. A sapkát soha nem kötjük olyan nagyra, mint a fejkerületünk, mert különben az orrunkig fog beesni. Egy jó 2-3 centivel kevesebbet kötünk, felnőtteknél ez lehet 4-5 cm is. Osztunk, szorzunk. Tehát a 10 centi 14 szem, akkor a 40 centi az 56 szem. Legyen osztható 4-gyel, mert a patent minta a két sima két fordítottal, ha körbe kötjük, osztható kell, hogy legyen 4-gyel. Felszedjük a szemeket. Először egy tűre, aztán elosztjuk a 4 tűn. Egy kicsit fel fogom gyorsítani néha, hogy ne legyen olyan unalmas a videó. Leellenőrizzük, hogy nincsenek-e összecsavarodva a tűk, és az első két szemet mind a két fonallal kötjük le, hogy ne legyen lyuk a kezdés helyén. Miután kibogoztuk a fonalainkat, patent mintával kötünk tovább, ugye két sima, két fordított, két sima. A szegélyt olyan magasra kötjük, amilyenre szeretnénk. Ha készen van, ugye ezt a részt kötöttük meg. Most bele fogunk kötni egy törésvonalat, hogy a sapkát mindig ugyanazon a helyen tudjuk felhajtani, és utána még mindig patent mintával fogunk dolgozni. Már nem fogunk olyan sokat kötni rá, mint eddig, mert akkor kilátszik a patent minta, hanem körülbelül a kétharmadát. Ezt a törésvonalat úgy kötjük bele, hogy két sima sort kötünk. Ha megkötöttük a két sima sort, újra patent mintával dolgozunk tovább. Tehát két sima, két fordított. Én azért szoktam így, mert minél magasabbra kötjük a patent mintát, annál stabilabban áll a sapka a fejünkön. Elkészültünk a szegéllyel, tűt cserélünk, mert ugye a szegélyhez egy számmal kisebb tűt használtunk. A következő videóban magát a sapkát kötjük meg.